Sziasztok, és elvileg élőben itt vagyunk a klasszikus könyvklubbal, és már jöttek emberek is. Na tehát, a mai témánk az ugye nem lesz más, mint Kazuo Ishigurótól a napok romjai. Ez ugye a 6. alkalma a klasszikus könyvklubnak, és akkor most itt nálam a Bögre blogon tartjuk ezt a beszélgetést. Itt van velünk Üle mellém, Dóri már, ahogy nézem a komment szekcióban, akkor Szinti, a Szinti Official videótól, Judit Nagy, Ági Kis, Kitti, sziasztok, sziasztok, ó, megjött Tamás is, szia Tamás, Szivárvány felett, igen, 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 és Urbán Nikolett, jó, akkor mindenkinek köszöntem. Igen, nem akartam mindenkit behúzkodni, most telefonról streamelek, úgyhogy előre szólok, hogyha leborulna az állvány, akkor lehet, hogy lesz egy technikai szünet körülbelül 2 percig, amíg visszaállítom. Ugye ma Katával, Katival és Csabával beszélgetünk, de még mielőtt nagyon belemennénk itt Ishigurótba, meg magába a regénybe, mondjatok pár szót, hogy miért gondoltátok, hogy csatlakoztok ez az olvasáshoz, és egyébként most mit olvastok, hogy befejeztétek ugye a napok romjait, meg egy pár szót mondjatok magatokról, és akkor arra fel Katával indulunk. Sziasztok! Magamról pár szót. Én a Jó Katalin saját nevem alatt futó csatornáról érkeztem. Nagyon közel áll hozzám a klasszikus szépirodalom, a kortárs szépirodalom, és én még nem olvastam tőle, ettől az írótól, és szerettem volna megismerkedni, és azzal párhuzamosan, hogy még nem olvastam tőle, ezzel párhuzamosan elég sok kötet volt a polcomon, úgyhogy ezt már szerettem volna megtörni, ezt az olvasatlanságot, úgyhogy ez volt az oka, és nagyon érdekelt az alapján is a történet, hogy tudtam, hogy milyen díjakat nyert, illetve hogy filmben is megnézhettem, meg hát Anthony Hopkins és hasonló nagyon-nagyon remek színészekkel, úgyhogy ez indított el ezen az úton, hogy mit olvasok most. Én most olvastam ki egyébként ma frissen a Szondi Máténak a Tudatos Változás című Hogyan formáljuk át önmagunkat és szokásainkat a Mindfulness segítségével című kötetet, és amit most olvasok, az szintén az írótól a Lebegő világ művészete, ami a II. Világháború utáni Japánban játszódik, úgyhogy ezt olvasom most. Kati? Sziasztok! Én most fejeztem be a napok romjait, éppen még azon melegében tudok róla mindenfélét mondani, de már belekezdtem egy másik könyvbe a napokba, mert a polcról szólított, Jöttünk, láttunk, elegünk van című kötet az Athénom kiadótól, ami a millenál generációnak a kiégéséről szól, és a következő könyvem pedig, így mutatom, ez lesz a Télapás kihívás következő kötet, a Ne bántsátok a fekete rigó című Harper Lee-től. Egyébként én Vitót Katalin vagyok, és már egy picit több, mint egy éve készítek ilyen kis könyvajánlós videókat, nagyon szeretem még mindig, és mindenfélét szeretek olvasni. Azért csatlakoztam például ehhez a kis közös olvasáshoz, mert még nem olvastam az írótól, és mert nagyon szeretek ajánlás alapján olvasni, és Böbe, te mondtad, hogy ez biztos jó lesz, és ezért elolvastam. Sziasztok, Csaba vagyok a Könyvelem csatornáról. Tudok csatlakozni én is a lányokhoz, mert hogy nekem is első olvasásom Ishigurótól, bár van másik kötete is a polcomon, majd be fogom azt is mutatni. És én már nagyon régóta szerettem volna tőle olvasni, és ugye talán ez az egyik legismertebb regénye, és amikor megláttam, hogy megjelenik a Helikon zsebkönyvek sorozatban, ez egyébként a 108-as kötet, tehát nem is olyan régen, tavaly az év vége felé valamikor jelent meg, és akkor én rögtön lecsaptam rá, és nagyon örültem, hogy Böbének erre esett a választása, mert tényleg mindenképpen szerettem volna elolvasni, és akkor így kapva kaptam az alkalmon, hogy egyrészt beszerzem ezt a zsebkönyves verziót, másrészt akkor együtt elolvassuk, és akkor lesz egy kibeszélő, úgyhogy én nagyon örültem neki. Én egyébként most Szántó Dánieltől olvasom az Egy pap vallomása című monstrumot. Ha nem lenne ez a live, akkor tuti, hogy olvasnám, mert nagyon bedarált, és nagyon izgalmas a sztori, úgyhogy ha vége a live-nak, akkor azonnal neki fogok, és folytatom a történetet, mert nagyon izgalmas.
Igen, hát nálam is már régóta várólistás volt, hát szerintem 2018 elején vettem meg valahogy nem csak ezt a könyvét Ishigurónak, hanem több kötetét is, amik így itt a hátam mögött vannak javarészt. Nyilván a Klára nem, mert ugye az nem olyan régi megjelenés, úgyhogy már nagyon, nagyon esedékes volt, hogy olvassak tőle, meg csak jókat hallottam róla nagyrészt. És hát most pedig Maja Lundétól olvasom a Kékség című könyvet, ami azért kicsit más jellegű, de nagyon tetszik egyelőre a stílusa az írónőnek, meg érdekes a történet is, ez a párhuzamos idősíkon való narráció, úgyhogy mindenképpen jó lesz szerintem az a könyv, és majd lesz róla ugye később videó. Na de, ugye Ishiguro, ahogy mondtam, én 2018-ban vettem meg ezt a könyvet, mert hogy 17-ben kapta meg ez az író a Nobel-díjat, és hát gondoltam, hogy ennek apropóján azért kicsit beszélnék az életéről. Ő ugye 1954-ben Nagasakiban született, az édesanyja túlélte az atombomba támadást, ez egy ilyen kis érdekesség, és óceanográfus volt az édesapja. 1960-ban az egész családot egy munka miatt átköltöztette az Egyesült Királyságba, és hát onnantól kezdve ugye itt élték életüket. Ishigurónak ez egy elég érdekes szakasz volt, ugyanis nagyon sokáig azt hitte, hogy ez egy ideiglenes dolog, hogy ők most Angliában vannak, és rendkívül hosszú ideig úgy tekintett az országra, mint hogyha egy ilyen hosszú látogatást tennének ott, és így is próbált ugye szemlélni az eseményeket. Kamaszkorában viszonylag azt ő maga mondta magára, hogy keveset olvasott, hát ugye nyilván nem tudjuk, hogy mihez képest gondolta ő ezt, és akkoriban a zene iránt rajongott, és nagyon sokáig gondolkodott, vagy vacilált, hogy az irodalom, vagy pedig a zene legyen majd a pályájának az iránya, de végül az irodalom mellett döntött, és a Kenti Egyetemen kezdte meg tanulmányait angol és filozófia szakon, majd miután ez befejezte, egy rövid ideig hajtóként dolgozott az anya királynőnél, ez egy ilyen érdekesség, egy szezonon keresztül, tehát egy nyári vadászati idényben, a Balmoral kastélynál, és utána meg a mesterdiplomáját a híres kelet-angliai egyetemen végezte el, már kreatív írás szakon. Erről az egyetemről rengeteg nagyon jó író került ki, bár azt hozzátenném, hogy a többségük azért Angliában ismertebb talán, és hát nyilván az egyetem honlapjára felmenve rögtön Ishigurovval találjuk szembe magunkat, mint hogy ugye ő az, aki Booker és Nobel-díjas és fantasztikus eredményeket tudott így az irodalom mezején magáénak tudni. Ugye az első regénye a Dombok halványképe, igen, itt mögött van, ezt már a diploma munkaként írta az egyetemen, vagyis az első vázlatokat, és később aztán regényes formában megjelent, és sikeres is volt ez a könyve, tehát így maradt szerencsére, hogy az irodalom berkeim. Aztán ugye 80-as évek végén megírta a Napok romjait, és erre kapott 89-ben Booker díjat, ami az első ilyen igazán nagy elismerés volt számára. Ami érdekesség, hogy ezt a Booker díjat úgy kapta meg, hogy egy másik regény is jelölve volt, mégpedig egy John Benville nevű író regénye volt jelölve ezzel párhuzamosan, de itt ugye Ishiguro volt az, aki nyeregbe került. Viszont 2005-ben, ha jól tudom a dátumot, Benville revansot vett, úgymond, ugyanis akkor a Ne engedj el-t javasolták a Booker díjra, de akkor viszont Benville regénye a tenger, talán, vagy nem is tudom, mi volt a címe a regénynek, az nyerte meg a Bookert, úgyhogy szerva itt csere ott. Egyes volt. 8 regénye jelent meg eddig, illetve egy novellás kötete, ami magyarul is kapható Nocturnök címmel, illetve írt forgatókönyvet, a regényeit millió nyelvre lefordították, több mint 40 nyelven elérhető, és hát ugye a Napok romjaiból és a Ne engedj el-ből is készült film, mind a kettőben nagyon jó színészek játszanak, ugye a Ne engedj el-ben Keira Knightley, és a Napok romjaiban pedig hát ott tényleg mindenki ott van, aki a 80-as évek végén komoly színésznek számított, tehát Anthony Hopkins, illetve Emma Thompson is. És hát ugye a pályájára a koronát tulajdonképpen a 2017-es irodalmi Nobel-díj tette, ahol is az egyik akadémiai tag a Svéd Akadémiáról azt mondta, hogy nagyon, tehát hogyha Ishigurót akarjuk körülírni, akkor vegyünk egy kis Jane Austent, és tegyünk hozzá egy kis Proustot, meg nem is tudom, milyen írókat, és akkor nagyon neves írókat említett, és arra gondoltam, hogy tényleg íróként azért ennél nagyobb elismerést kevésbé kaphat az ember.
És hát még egy kis érdekesség, hogy jazz albumon is működött közre, tehát a zene szeretete az nem maradt annyiban, mégpedig egy 2005-ös jazz album talán, ugyanis volt egy rádió műsor, ahol nyilatkozott, hogy egy, mindjárt most kicsit puskáznom kell a neve közül, egy Stacey Kent nevezetű amerikai jazz énekesnőt ő nagyon szeret, és aztán valahogy felvették egymással a kapcsolatot, és az egyik albumának a dalszövegeit ő írt, ami egyébként Grammy jelölt album is volt tőle. Na de elég ennyit szerintem így dióhéjban is igorulom, azért az látszik, hogy tényleg egy sokoldalú ember. De ugye a mai témánk az konkrétan a Napok romjai könyv, és hát egy kicsit majd érintjük a filmet is, úgyhogy Kata, mesélj egy kicsit arról, hogy mit tudunk erről a könyvről, meg a magyar kiadásokról. Na hát a kiadások tekintetében magam mellé tettem, nincs meg nekem egyébként a teljes életműve, de összességében a regényei kapcsán, ami érdekesség. Ugye a gyökerei tekintve ő Japánból származik, de hát ugye 5-6 évesen került el onnan, úgyhogy azt a fajta igazi japán mentalitást azért mégsem kapta meg csak úgy annyiból, hogy Japánból származik tulajdonképpen. Az első két regénye, azt elhangzott az a mondat, hogy ő a diploma munkájából írt 1982-es megjelenésű Dombok halvány képét volt az első regénye, amivel sikereket aratott. Egyébként az első két regénye, a Dombok halvány képe és a Lebegő világ művészete volt az, ami japán történet, tehát ahol, ami nem angol történet, hanem a második világháború utáni Japánban játszódik. Az ezt követő regényei neki mind az az ízig vérig angol történetek. Rögtön ezt követte egyébként a Napok romjai, ami 1989-es megjelenésű eredetileg, hozzánk 1992-ben jutott el a Főkomornyik szabadsága címmel. Ezt követően megjelent az Európa, az ezt követő megjelenéseiben már mind Napok romjai címmel jelent meg ez a történet. A gondozása a kiadók tekintetében az egyik, az az Európa kiadós kemény változatú, ami jelenleg is kapható, az egyik, ami jelenleg is kapható. A másik változata, az pedig a Helikon zsebkönyvek, ami azt hiszem 2021-es megjelenésű. Ezen kívül a 2010-es években a Kartapillus kiadónál is volt egy kiadása, és hát tulajdonképpen ez a három, ahol megjelenik az ez a regény, a kiadó gondozását tekintve. Még azért megemlíteném ugye a Nocturne-öt is, ami annyiból érdekes, reflektálva Csabának az utolsó videójára például, hogy ugye ez egy novella válogatása neki. Elég hosszú novellákat tartalmaz, mert 50 novellát tartalmaz. A filmek tekintetében is van ugye érdekesség, ugye 93-as a ma fő témája a Napok romjai, 2010-es megjelenésű a szintén nagyon híres Ne engedj el, és a harmadik változat egyébként a Helikon kiadónál nem csak puha verzióban jelent meg, hanem a Klára és a nap és a Vigasztalanok is ezzel az újfajta dizájnnal, keménykötéses verzióval is megkaphatók. Hát szerintem ezt fogják folytatni majd a Helikon tekintetében. Ami még érdekesség a Klára és a nap kapcsán, hogy olyan sikereket ért el 2021-ben, hogy már forgatják belőle a filmet, úgyhogy ez, hát ki tudja mennyi idő alatt, de ez el fog következni. Úgyhogy a kiadások tekintetében ezt tudom mondani a Napok romjairól, és hát spoilermentesen is most ismertessem, vagy az majd egy következő pont lesz. Most igen, dióhéjban, hogy akkor miről is szól maga a regény. Azoknak, akik esetleg még nem olvasták, aztán persze majd lett részletesebb kivesézés. Spoilermentes módon. Két idősíkon játszódik ez a történet. A regénynek a jelenében 1956 forró nyarában járunk, és az új amerikai gazda szabadságot ad Mr. Stevensnek, Darlington Hallnak, az angol főkomornyikjának. Az úti célja, amit szeretne ebben a szünidőben, egy párnapos, egyhetes szünidőben eltölteni, a fő célja Dél-Anglia, és hát amellett, hogy ezt a csodálatos tájat szeretné feltérképezni, legfőképpen egy találkozásnak a megvalósulása a cél. Mr. Stevens ugyanis szeretné felkeresni az egykori 20 éve nem látott házvezetőnőt, akivel együtt dolgozott, Miss Kenton-t, akiről azt a hírt kapja,
hogy hát tönkrement a házassága, elhidegült a férjétől, és azt szeretnék kérni tőle, hogy térjen vissza a birtokra, ahol egykor ugye dolgozott, és töltse be a régi pozícióját ezen a birtokon, mint házvezetőnő. Nagyon fontos a regényben, hogy amellett, hogy a jelent éljük át a főkomornyikkal, a 30-as évekbeli múltba is visszacsöppenünk, és megismerhetjük a házvezetőnővel való kapcsolatát, az akkori életet. Egy nagyon-nagyon lassú tempójú regény, rendhagyó történet, és az apró részletek mögött megbúvó személyes tragédiák, amik megjelennek. Olykor elég cselekményhiányosnak tűnik egyébként, de egyben rendkívül gondolatgazdag is. És hát, hogy miért szeretné fölkeresni ezt a hölgyet, hogy ez csak ilyen munka megbeszélése, vagy gyengéd érzelmeket is a cél, hogy ezt kigobozzuk, ezeket a szálakat, ezt olvasás után kiderül. Úgyhogy erről szól röviden. Igen, közben itt jött egy komment, illetve több is. Ne bántsátok, a Fekete Rigót, nagyon jó könyv, remélem neked is tetszeni fog, Kati. Illetve ugyanígy Szivárvány felett írta még, hogy szuper volt ez az összegző az íróról, köszönöm szépen. Meg is lepődtem, hogy az anya királynénál szolgált. Hát igen, én is, amikor olvastam. Meg volt egy kis szakmai kérdésem Katához, mert nem vagyok annyira járatos a vadászati terminológiában, és ott kicsit fogtam a fejem, hogy akkor mégis hogyan lehet ezt lefordítani, amit ő ott csinált. Köszönjük szépen az összegzést, Kata. Kinek hogy tetszett a regény egy olvasás után? Beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mást vártatok? Még a cselekmény rejtélyei azért ne legyenek ebben a véleményben benne. Én? Hát igen, akkor így, és utána Kati, és végül Csaba majd. A értékelést amolyan azt is lelőjem, vagy most csak, hogy igen, hogy tetszett? Igen, szerintem lehet az is nyugodtan. Hát akkor lelövöm az értékelésem. Nekem ez egy kedvenc könyv lett, egy 5 csillagos kedvenc lett. Számomra egyébként a hónapnak egy nagyon meghatározó, eddigi legmeghatározóbb olvasmánya volt, nem számítottam januárban egy ilyen találkozásra, igazából nem tudtam, hogy mire számít, csak mert nem olvastam még az írótól. Egy nagyon-nagyon mély lélektani történet, nagyon egyedi a hangulatteremtése, nagyon tetszett ez a manírmentesség, és egy nagyon-nagyon meghatározó klasszikus, és én úgy érzem, hogy ezt vagy valaki nagyon-nagyon szereti ezt a történetet, vagy pedig nagyon nem szereti, de közömbösséget egyáltalán nem vált ki, és ami a leginkább tetszett benne az, hogy felidézte a múltat, és tisztázta a jelent. Tehát legfőképpen ez az, ami úgy kerekké vált bennem ez a dolog, mind a könyv egyébként, és mind a film tekintetében. Nekem egy különleges kapcsolatom van a könyvvel, fogalmazzunk így. Nem tudtam róla semmit, mert a Helikon zsebkönyv hátulján semmi nincs a tartalomról, legalábbis nekem nem mondott semmit ez a tartalom. Tudtam, hogy létezik ez a könyv, de a filmet sem láttam, mint utólag kiderült, van film is, tehát csak belefogtam a történetbe, és először nagyon nehezen haladtam. Kevés időm volt olvasni, nem került hozzám a történet, és volt egy mondat az 58. oldalon, mert be is jelöltem, és volt egy mondat, amikor megtalált a történet, és beszélgettünk itt közben, hogy ezt csendesen kell olvasni, nyugodtan, amikor tényleg oda tudom adni magam a történetnek, és onnastól kezdve teljesen más hatással volt rám, sőt, most is a hatása alatt vagyok, mert most fejeztem be nem olyan régen, és nagyon jó kötetnek tartom, nagyon jó történetnek tartom, szerettem a szerkezeti felépítését, és amit adott meg, amilyen gondolatokat ébresztett, úgyhogy én még várok egy picit, hogy ülepedjen, és akkor megírom a Majos értékelést is majd valamikor. Én szintén úgy fogtam neki, mint Kati, hogy nem igazán tudtam róla semmit, csak azt, hogy nagyon sikeres könyv, ugye a filmről voltak így homályos emlékeim, hogy mintha készült volna belőle film, és akkor persze, mikor elkezdtem olvasni, akkor csak utána olvastam, hogy mi is ez a történet körülbelül, és hogy mi is az a film, és akkor úgy már beugrottak dolgok, de én leszek az, aki picit negatívabban fogok nyilatkozni erről a könyvről. Igaz, hogy 3 csillagot adtam rá Mojon, de ahogy így teltek így a napok, mióta megírtam az értékelést, azóta már picit árnyalódott a kép, mert megnéztem a filmet is, majd arról is fogunk egyébként beszélni később. Nekem nem is azzal volt bajom, hogy lassú folyású és kicsit cselekményszegény.
Sőt, azzal se lett volna bajom, hogy én elbeszélő az egész regény, mert én imádom az én elbeszélő regényeket, és nagyon bele tudok helyezkedni az ilyen írásokba. Most azonban nem. Nekem a karakterrel volt a fő problémám, és az a baj, hogy rájöttem, hogy hiába közöl nagyon jó gondolatokat, mint amiket most itt Kati megemlített, ha nem tudok a szereplővel, ezzel az én elbeszélő főszereplővel azonosulni, és minimálisan rá kapcsolódni, és vele együtt rezonálni, akkor nálam az egészet egy kicsit megcsapja ez a rossz érzés, és innentől kezdve talán nem tudok olyan nyitott szívvel a többi mindenre figyelni. Szóval azt érzem, hogyha nem tudok ezzel az egy énebeszélővel együtt sodródni, akkor nem tudok a könyv által közölt nagyon fontos gondolatokkal sem úgy azonosulni. Ezt így utólag tisztáztam le magamban, nem írtam így az értékelésbe bele, de úgy érzem, hogy itt van valahol a kutya elásva, hogy nem egészen azt kaptam, vagy úgy kaptam, ahogy én szerettem volna. Nekem nem tetszett ez a fő karakter, és innentől kezdve már nem tudtam úgy koncentrálni az eseményekre sajnos. Igen, közben itt behúzok egy pár kommentet. Igen, Dori írja, hogy ő még októberben olvasta, az elején nem értette, hogy mire a nagy hűhó, aztán a végén arcon csapta. Szivárvány, tehát van egy olyan érzésem, hogy ő veled egy csapatban játszik, Csaba, bennem két pozitívum van, Anthony Hopkins játsz a Stevenset, szép a borítója, majd a spoileresnél beszélek bővebben. Hát igen. És akkor azt mondja, hogy... Kéti doktor, Kati, felolvasod azt a mondatot? Ez a kérdés fogalmazódott meg. Akkor rövid felolvasom gyorsan, jó? Úgy vagyunk az ilyen emberekkel, akár az angol tájjal. Ha teljes szépségében mutatkozik meg, akár csak ma délelőtt én előttem, amikor szembe kerülünk vele, egyszerűen tudjuk, hogy igazi nagysággal van dolgunk. Ez volt a törés. Igen, hát én a magam részéről nagyjából számítottam arra, hogy ez egy ilyen lassú regény lesz, és hát valószínűleg azért tetszett ennyire, mert én az összes ilyen angol időszakban játszódó történetet általában szeretem, tehát pont ez a század elejé úriházakban mi történik, szóval a Downton Abbey és társai nálam, hát ugye a Csengetett Milordot most nem mondom, az egy kicsit kevésbé filozófikus, de hát gyerekkoromban mondjuk azon szocializálódtam, és akkor utána jött egy komolyabb verzió a Downton Abbey, és ugye ebből kifejtve nem is volt kérdés, hogy engem ez a történet már eleve az is, hogy mi történik a főkomornyikkal, milyen az élet, milyen egyáltalán főkomornyikként tevékenykedni, már ez is számomra érdekes volt, tudom, hogy másoknak nem feltétlenül ez az, ami így az izgalmakat hordozta. Aztán hát ugye a csodálatos tájleírások, amik rögtön az elejétől megjelentek a regényben, azok egyszerűen fantasztikusak voltak, és kanapéhoz szegeztek, hogy úgy mondjam. És aztán, ahogy bejött, ugye van benne egy olyan, pont a régmúlt idősíkjában nagyon sok olyan dolgot látunk, ami egyfajta látlelet az angol felső osztálynak a történetéből, ugye a két világháború közötti időszakban, és ezek a történelmi változások és történelmi folyamatok, amik itt megjelentek, azok nagyon érdekesek voltak számomra, és tényleg én nagyon, nagyon izgalmasnak találtam ezt a részét, és hát a belső drámák, meg ezek a ki nem mondott feszültség teremtő problémák, ezek is, tehát ami mondjuk Stevens lelki világában játszódhatott le egy-egy szituációban, én ezeket ilyen nagyon finoman rezonáló eseményeknek éreztem végig a könyvben, és valahogy ez volt az, ami abszolút közel hozta hozzám. Kinek ajánlanátok egyébként? Tehát mondjuk ki az milyen olvasóknak tetszhet ez a könyv? Ez lenne így a következő. Hát én, tehát nem, például semmiképpen nem kamaszkorosztálynak ajánlanám ezt a könyvet. Én úgy gondolom, hogy ez egy felnőtt irodalom, aki könnyed nyelvezetű klasszikus szeretne olvasni, de olyan regényt, ami egy letehetetlen nevű vonatra ülteti fel az olvasót szinte, és úgy gondolom, hogy ebben az esetben teljes mértékben lehet számítani a történetnek a végkifejletére. Tehát itt nem a csattanókat kell várni, és nem az a kérdés, hogy mi lesz a vége szerintem, legalábbis én tudtam, hogy mi lesz a vége, de nem is ez a lényeges, hanem maga a folyamat szerintem, illetve az, hogy milyen
törékenységgel bánik az író, meg milyen letisztultsággal bánik a mondatokkal, és emiatt nem akarjuk elengedni a regénynek a kezét, és hallgatni akarjuk ennek a főkomornyiknak a történetét, akkor is, hogyha nem fogalmazódott bennem meg, csak ez a végkifejlet. Úgyhogy szerintem zseniális, és olyan klasszikus, ami olvasható és könnyű nyelvezetű, tehát könnyen befogadható, és sokat ad. Igen, szerintem olyan embereknek való, legalábbis én úgy gondolom, akik szeretik a lassú történeteket, a szépen lassan kibontakozó történeteket, és ahol a lélekben, az érzelmekben vannak a történések. Legalábbis nekem ezt jelentette ez a könyv. Aki szereti az utas és holdvilágot, ezt szeretni fogja ezt is. Csaba szereti. Bocsánat. Szóval én is azt gondolom, hogy inkább középkorúaknak való, és valahol lehet azt érzem, hogy lehet, hogy ehhez fiatal vagyok, vagy én ennél sokkal bohémabban élek, vagy nem tudom. Tehát, hogy megint csak a karakterrel tudok picit foglalkozni, hogy nekem túl merev volt a főszereplő karakter, és nem tudom, hogy ehhez azt kell, hogy úgymond egy átlagos ember olvassa ezt a könyvet, vagy az kell, hogy valaki más tegyen, mint ez a főhős, nem tudom. Tehát, hogy még mindig keresem ezt a fogodzót, hogy mi az a kapocs, amit nem sikerült nekem létrehozni mondjuk ezzel a könyvvel. Úgyhogy valahogy azt gondolom, hogy a középkorosztálynak tudom ezt leginkább így ajánlani, de hogy most azt, hogy most ezt klasszikusnak tartjuk-e vagy sem, azért 1989, valljuk be, nem volt olyan régen, és bocsánat, de már mindannyian éltünk akkor, tehát most ezzel nem lövöm le a poént. Szóval, hogy így értitek, tehát, hogy valahogy nekem ez még nem olyan távoli, és ahogy Kata is mondta, a nyelvezete teljesen befogadható, sőt, kimondottan olvasmányos és nagyon szép. Tehát tényleg nagyon jó olvasni. Igen, én is hasonló véleményem vagyok egyébként, mint ti, meg amik így elhangzottak, hogy valószínűleg egy idősebb, tehát olyan olvasóknak lehet ez, akik maguk is már egy kicsit ilyen gyakrabban tekintenek vissza mondjuk az életükre, és valóban fontos az, hogy nem preferálják mondjuk azokat a könyveket, amikben ilyen nagyon sok minden történik, és nagyon intenzíven történnek a dolgok, mert hát ugye ez korosztálytól függetlenül lehet, hogy valaki pont azokat szereti. Hát neki nem biztos, hogy ez lesz a megfelelő könyv, de aki tényleg egy kicsit ilyen melankolikusabb, szeret úgy beleülni a történetbe, azoknak szerintem egy kiváló választás lehet. És közben itt jöttek kommentek, hát ugye Nóri írt egy Dante nevű, igen, az egy remek, remek sorozat. Jaj, de megcsúsztam, néhány mondatnak is örülök. Szia, én örülök, hogy itt vagy. Nem tudom, hogy ne semmit. Én apukámmal szívesen elolvastatnám, legalábbis remélem, hogy tetszik ez a, hogy neki tetszik ez a lassúság, ha nem, akkor majd ő is azt mondja, hogy hát a film sokkal jobb volt. Csaba jól. Oké. Nem tudom, hogy itt lemaradt a vége, vagy ez a mondatra. Lehet, hogy egy mondatra reflektált, csak ugye később. Amúgy valóban 17 éves vagyok, lassan 18, szóval egy olyan, aki az élete végén jár, neki jobban átjön ez a lassúság. Igen, viszont az mindenképpen becsülendő, hogy akkor ennek ellenére elolvastad, meg szerintem az amiatt érdekes lehet elolvasni ezt a könyvet, akár fiatalabban is, hogy idősebb korban újra elővegyük, és megnézzük, hogy akkor mit mond. Tehát, hogy nekem nagyon sok olyan könyv volt, vagy volt most pont az elmúlt időszakban pár olyan könyv, amit így újra elővettem így hosszú évek után, és volt, ami egészen új helyre került az addigi ranglétrán, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és egészen más fényt kapott így az élettapasztalatok, meg az egyebek miatt a későbbi életkorban. Oké, hát szerintem kezdjük el a beszélgetés mélyebb rétegeit, és beszélgessünk egy kicsit Stevensről. Kirakom most egy pillanatra a... Na már spoileres rész. Hát igen, igen. Nem, az a baj, hogy ugye lehetséges, hogy nem akkora spoiler az, amiket elmondunk, de el tudom képzelni, hogy valakinek tönkreteszi az olvasmány élményét. És akkor igen, még van itt egy-két komment. Alpekné Barna Nóra írta, hogy újraolvasás volt, először is tetszett, de másodjára teljesen el tudtam benne mélyülni, át kell hozzá lényegülni, de rengeteget ad, le kell hozzá lassulni. Az utas és holdvilág nekem nem tetszett. Egyébként furcsa módon, én azt háromszor olvastam el, tavaly olvastam el harmadjára, és több év volt az olvasások között, és most harmadjára nekem sem, de
arra jöttem meg valószínűleg a mentalitás, a Stevens és Mihály karaktere közötti különbség, hogy Mihály még nagyon fiatal Stevenshez képest, és egy ilyen csapongó, kicsit túl dramatizált, hogy pont az ellenkező prioritás, hogy a Stevenshez képest, aki egy ilyen nyugodtan végig gondolja az életét, ő pedig mindenben egy ilyen kicsit felnagyítva látja dolgokat. Tehát lehet, hogy ez volt az oka. Igen. Ez jó ötlet, köszi. Alig várom, hogy 40 plusz legyek. Én még nem vagyok 40 plusz, és nekem tetszett, úgyhogy lehet, hogy nem kell annyira szokottani. Mi nem várjuk a 40 pluszot. Még nem, úgyhogy. Nem, szerencsére. Igen, Stevens viszont ugye 40 plusz, és komornyik, de mit éreztetek, amikor hát így először szembesültetek az ő, mondjuk azt, hogy nem túl egyszerű karakterében. Kata, te hogy voltál vele? Tetszett, nem tetszett? Mennyire tudsz vele azonosulni? Hát Mr. Stevens ugye számomra ő egy két lábon járó viktoriánus kor, így tudtam, tehát az első pillanattól az utolsó sorig nem tudott a szerepéből kilépni, egy angol nemesi háznak a fő komornyikja, egy igazi angol mentalitással átitatott figura. És annyira nem kell csodálkozni egyébként, mert ezt a mintát látta, mi is megismerhettük ugye az édesapját, hogy pontosan ezt az életet élte ő is, ezt a fanatikus kötelességtudatot. Nagyon személyessé tette nekem az ő karakterét egyébként az egyes szám első személyű elbeszélő mód, és az olvasó egyébként nevezheti őt egy hogyha humortalan, olyan karót nyelt, régi vágású sznob figurának, aki olykor akár roppant fárasztó, de miközben visszaemlékezik, döbben rá ő is lépcsőszerűen a hibáira, aminek az olvasó akarva akaratlanul, de a hatása alá kerül. És nagyon érdekes az is, hogy annyi sok híres, meg nemes, meg lord van az ő közegében, és ebben a regényben mégis ő nem egy mellékszereplő a főkomornyik, hanem ő a főszereplő. Szerintem ez a könyv az ő példáján keresztül gyönyörűen példázza azt, hogy egy tartással, méltósággal teli életet, és egy negatív példát mutat be, elhibázott döntéseknek a sorát, és ez jó például is tud szolgálni, és olyan helyzeteket mutat be, hogy mi van akkor, amikor már valami nem visszafordítható, amikor már véglegesen elkéstünk. És én érzékeltem olyan írói kiszólásokat, például amikor azt a szerelmes regényt is szorongatja, hogy azért be akarja mutatni azt az író, hogy lehet, hogy mégis csak vannak ennek az embernek érzései. Mert ugye ő megmagyarázza ezt, hogy ő a nyelvezet miatt olvassa meg, hogy tanuljon belőle, de hát valószínűleg nem csak erről van szó. És az egyetlen nem robotszerű döntése volt egyébként az, amikor a 20 év után is, de azért a szerelme után ment. Tehát még akkor, még ha nem is mondta ezt így ki. Egyetlen érdekesség volt egyébként, ami nem tudom, hogy ez a mondat megragadta-e a ti figyelmeteket, hogy Stevensnek kisfiú korában meghalt a bátyja egy dél-afrikai háborúban. Volt egy ilyen mondat, ez a filmben nincs benne, és azért ez is hathatott az ő személyiségére, ő pár évesen kisfiúként egy kelet, és csak az apai minta maradt meg benne. A másik, a utolsó mondat erejéig, hogy mennyire tudok vele azonosulni, nem volt célom az azonosulás, sokkal inkább volt célom a megértés, és én számomra ez sikerült, és átjött ennek a folyamata, és hogy így tudtam vele úgy azonosulni idézőjelben, és inkább megérteni őt. Közben is jött egy komment, Mr. Stevens olyan, mint egy robot, és a regény egy robot monológia. Hát végül is igen, így is lehet rátekinteni. És mennyire ironikus, hogy az utolsó regényében meg valóban egy robot jelenik meg, ugye a Klárában. De ugye Ishiguro-tól nem is áll távol egyébként, ugye a szóval lehet, hogy az első igen. Angol udvarba elküldött android volt Stevens, szóval bocsánat, jó, ez nagyon rossz poén volt. Tamás írt, hogy kedves kém, én 40 plusz vagyok, de a napok romjaihoz még nekem sem lassult le eléggé az elném, szép történet, de még 10 évet a polcon az újraolvasásig. Igen, és akkor ismét az elején azt mondtam, fejlődni fog, bizony fejlődni fog, aztán a vége felé, a remény hal meg utoljára, mondják. Nekem egy szóval olyan volt, mint egy jóképű tanár úr unalmas előadása. Jóképű? Hát a regényből ugye ez nem derült ki, de
hogy Anthony Hopkins, igen, akkor na, a film alapján lehet, hogy Kati, neked mi a véleménye Steven Sorolta, hogy álltál ehhez a... Így frissen, melegen az élmény. Én nem vagyok ilyen elemző olvasó, ezt tudjátok rólam, érzelmi alapú olvasó vagyok, tehát amikor én olvasok egy történetet, akkor én sodródok az eseményekkel. És amikor elkezdtem olvasni a történetet, nekem nagyon ellenszenves volt a főhősünk, és igazából nem értettem az egészet. Majd maga az írásmód azzal az egy mondattal berobbant nálam, és amikor az édesapjával kapcsolatos történésekről mesélt, akkor valami úgy megváltozott bennem, és megláttam az a külső mögött, vagy a viselkedése mögött valami teljesen más embert. És onnastól kezdve én kedveltem. Bocsánat, biztos a gyógypedagógus énem is egy picit mellett áll, de olyan onnan teljesen másképp láttam az egész regényt, és a főhőst is. Nem mondom, hogy azonosultam vele, de az ő szemszögéből nézve azt gondolom, hogy nem biztos, hogy elhibázott döntések voltak, mert ő valamilyen saját maga állított képnek akart megfelelni, és az az ő saját döntése. Egy másik ember más gondolkodásával lehet, hogy az rossz döntés, de végtelenül kitartott mellette, és ezt akár pozitívunként is lehet értékelni, ez is nézőpont kérdése. Viszont én a végére egészen megbarátkoztam vele, és meghatódtam a gondolatain, főleg a végén, amit közvetített ezzel az egész monológgal, ahogy visszatekintett a jelenből a múltba, és lényegében átértékelte, vagy végig gondolta az életét, mint egy szenvedést, úgyhogy én megkedveltem. Nálam az volt, hogy én az elején kedveltem, és ahogy haladtunk előre a történetbe, én úgy kezdtem el nem szeretni őt, és pontosan azért, amit Szivárvány felett is kommentelt itt, hogy vártam, hogy mikor mutatja ki végre az érzelmeit. Tehát az, amikor meghalt az édesapja, és csorgott a könny az arcán, vagy még nem halt meg, de már várható volt, hogy meghal, és ennyi volt az összérzenem rajta. Tehát nem tudom. Az a bajom ezzel a Katával ellentétben, hogy amikor én elbeszélő van, akkor én igenis beleszeretnék merülni az ő gondolataiba, igenis, hogy én vele együtt akarok menni, igenis meg akarom érteni, hogy ő miért érez így. És egyszerűen nem tudtam kapcsolódni rá, mert hogy annyira érzelemmentes volt, és annyira robotszerű, és annyira kötelességtudó, és annyira tökéletes a munkájában, és csak arra tette föl az egész életét, és egy jó tányit sem tágított ettől, amit lehet tisztelni valahol, meg elismerni, és ez meg is volt bennem. De az, hogy sehol sem jön elő belőle az érzelem, és semmit nem vált ki belőle az a csodálatos házvezetőnő, én ott kész voltam, tehát én nem ilyen vagyok, és én ezért nem tudok rá kapcsolódni, és nem tudom megérteni az ő motivációit. Nem tudom elfogadni azt, hogy oké, ő így nevelkedett, oké, ő ezt látta, oké, ő ebben a korszakban ezt tartotta úgymond követendőnek, ő egy ilyen nagyon példakövető, vagy nagyon ilyen szigorú, önmagához is nagyon szigorú, és nagyon sokat vár el saját magától, és persze voltak azért esendőségei, mert sokszor beismerte, többször is a regényben, kétszer minimum, amikor azt mondta, hogy tévedtem, vagy hibáztam. Ezek az esendőségei, ezeket nagyon tudtam szeretni, de mégis kevés volt, mert érzelmeket mégsem mutatott ki, szinte egy fikarcnyit sem. És nekem a végem sem adott föloldozást ebből a szempontból, és ezért fájt, és ezért egy kicsit dühösen tettem le a könyvet, konkrétan dühösen tettem le a könyvet, és lehet, hogy düböl nyomtam azt a három csillagot a Moira, mert biztos, hogy beszélgetünk még sok mindenről, azért nagyon sok értéket hordoz maga a történet, de nálam így a Stevens karaktere miatt nagyon lement ez az értékelés sajnos. Igen, közben itt Szivárvány nagyon aktív ma. Én azért jóképűnek képzeltem, valami pozitívum legyen benne. Nikolett írta, hogy én 20 vagyok, és imádtam, próbáltam rájönni, hogy miért élveztem ennyire, de nem sikerült, valahogy magával rántott a hangulata. Ez nekem sem tetszett, hogy ahelyett, hogy az édesapjával lett volna, inkább elment szolgálni az urakat, pedig biztos vagyok benne, hogy Lord Darlington megértette volna a helyzetet. Igen, mintha nem is lett volna képes érezni, vagy nem ismerte volna fel az érzelmeket, érzelmi analfabéta, de ezt tanultad a gyerekkora óta, ebben nevelődött bele. Igen.
Lúr írta, hogy szerintem Stevensnek nem volt belső lehetősége a változásra, pont ez a tragikum volt, ami engem nagyon megfogott. És fantasztikusan rávilágít arra, hogy mire kell figyelni a saját életünkben. Nekem az lett volna a furcsa, mondja Ági, Anne Stevens-ös, ha oda vagy sírni az apjáért. Igen, tehát az ő karakter az mindenképpen ez, és én is úgy láttam, vagy hát az elején ugye egy ilyen tipikus személy rajzolódott ki az első oldalak után is, aki nemhogy hivatásában komornyik, hanem hogy az utolsó zsigeréig komornyik. Tehát, hogy ő ezt az életformát a magáénak tette, és magáévá tette teljesen, és elkezdtem rajta gondolkozni, hogy mi lehet ennek az oka, meg hogy így valahogy így, és nagyon sokat gondolkoztam az ő karakterén, hogy mi okozhatta ezt nála, és hát nyilván az édesapjának a hasonló életvitele lehetett ugye egy ilyen ok emögött. Azt ugye nem tudjuk, hogy ő egyébként gyerekként milyen lehetett, tehát lehet, hogy alapból is egy komoly kisgyerek volt, aki ilyen nagyon precíz és pontos, de az biztos, hogy az édesapjának a nevelése az hatott rá, és ami szerintem különösen érdekes párhuzam volt, ugye itt az apukája karakterével kapcsolatban, amikor a halálos ágyán volt már, és odahívta a fiát, és azt mondta, hogy lehet, hogy bízom benne, hogy jó apád voltam, de lehet, hogy nem. És ugye ő az utolsó pillanatban fedezte talán föl, vagy az utolsó pillanatban fogalmazódtak meg az édesapjának kételyek a saját életével kapcsolatban. Ellentétben ugye Stevens van olyan szerencsés helyzetben, hogy ő azért még viszonylag korán, tehát nem a halálos ágyán jött rá arra, hogy vannak dolgok, amik még előtte állnak, és talán máshogy csinálhat egy-két dolgot az életben. Illetve nagyon sok olyan helyzetbe került ő a történetben, ami szerintem roppant megalázó, és hogyha nincsen ez a teljes érzelmi elzárkózás, akkor azt szerintem borzasztóan megviselte volna, és körülbelül így ellehetetlenítette volna azt, hogy ő ezt a munkát végezze. Tehát például volt az, amikor Mr. Spencerék látogatóban voltak a kastélyban, és hát kvázi vizsgáztatták őt. És kérdeztek tőle külpolitikai, meg politikai kérdéseket, amiket nem értett, és egy borzasztóan megalázó helyzet volt, és valahogy a méltóságot többször előhozza, de hogy ő próbált ezt megtartani, és nem átengedni magát valami fajta önmarcangolásnak, hogy én ezt nem tudom, vagy ennyire kevés vagyok, vagy egyebek. Tehát szerintem emiatt nagyon, nagyon érdekes volt az ő karaktere, meg volt benne egyéb tragikum is, tehát hogy ugye az egész életét arra tette fel, hogy szolgáljon valakit, aki előrébb viszi az emberiséget, és hogy ugye haladunk előre a történetben derül ki, hogy hát ez nem sikerült, és hogy minden, hát úgymond hiába való volt. Közben megjött Kamilla. Képzeljétek, pont ez a könyv a helyi könyvklubomnak is a havi könyve, holnap lesz a találkozója, tök jó, hogy most van ez nektek. Hát nagyon örülünk, akkor neked is friss az olvasmány élmény. Furcsa, de én az édesapját nagyon kedveltem, szerettem, hogy ilyen komor öreg, de meg sajnáltam szegényt, hogy meghalt a kisfia a háborúban. Fia, azért nem volt picik, ott volt egy javítás. Kinga jutta, én is... szerintem Csaba táborát erősítem, bár a filmet még nem láttam, az lehet, hogy javít majd az érzéseimen. Igen. És hát ugye volt egy konfliktus is, itt Stevens és Miss Kenton között pont az édesapja miatt, ugye ők nagyjából egyszer 1922-ben kezdtek mind a ketten a háznál dolgozni, ugye Stevens oda vitt az édesapját, és hát innen ugye egy nagyon érdekes dinamizmus kezdett kialakulni Stevens és Miss Kenton között. Hogy láttátok ezt? Mennyire bosszantott benneteket az, amit láttatok, vagy olvastatok a könyvben? Kata? Igen, tehát érdekes volt a belépője is, tehát, hogy 1922-ben az édesapja és Miss Kenton egy időben érkezett a birtokra. Hát szerintem egy olyan ki nem mondott macska-egér harc volt, ami az ő kapcsolatukat jellemezte. Ugye Miss Kentonnak nem volt családja, csak egy nagynénje volt, aki elég hamar elhunyt, és ő azért próbált, ő egy életvidám hölgyként érkezett, én nekem az a meglátásom, amit Mr. Stevens nem tudott hová tenni. És ő szerette volna a férfinek a maszkját lerántani, de hát egyáltalán nem járt sikerrel, és teljes mértékben úgy éreztem, hogy ő kénytelen volt ezt a szintén modoros, mesterkélt viselkedésmódot felvenni,
mert különben nem tudott volna kapcsolatot kialakítani, még munkakapcsolatot sem a férfivel. És hát ugye ő próbált gyöngéd érzelmekkel közelíteni felé, és ő kimutatta az érzéseit, de folyton ugye ez a visszafordíthatatlan közömbösség volt az, amit erre válaszul kapott. Én úgy éreztem, hogy Mr. Stevensnek az érzelmek kimutatása az egyenlőséggel volt a gyengeséggel. Tehát ő mindent magába folytott, az örömöt, a bánatot, a szerelmet, a vonzalmat, az egész életet magába folytotta, és ő bezárta magát a saját kis kalitkájába, és ha bár a zsebében volt a kulcs, ő mégsem nyúlt utána, de teljes mértékben egyébként egyetértek Katival, hogy mindenkinek a saját megélései és a saját tapasztalatai és a saját döntései tűnnek jónak. Tehát attól még, hogy én másképp döntöttem volna, az nem biztos, hogy neki jó lett volna effektíve. Tehát ő szerintem ebben jól érezte magát ebben az életben, én úgy láttam. És nekem is szimpatikus volt egyébként a karaktere. Tehát hát ez ilyen volt az ő kapcsolatuk. És az elmenetel, hogy ő ugye egy olyan házasság felé nyitott, Miss Canton, amiben hát szerelem az nem volt. Ez is szerintem az ebből való kapcsolatból való kimenekülés volt, hogy ő már nem bírta azt tovább, hogy folyton próbálkozik, és szereti ezt a férfit, és ez a folytonos visszautasítás, amit ő kapott, válaszul. Úgyhogy én ezt éreztem a kettőjük kapcsolatát tekintve. És átadom a szót. Bocsánat, behúzok közben két kommentet. Ugye Szilárd felett írja, hogy ajjaj, a másik karakter, akkor utáltam meg a nőt, amikor azt mondta, hogy Stevens édesapja mennyire rosszul csinálja a munkáját, egy kicsit felháborított, hogy így lenézi Stevens édesapját. Hát ez érdekes, mert ugye itt inkább arról volt szó, hogy szerintem ő sértve érezte magát, amiatt, hogy nem hagyták, hogy a megszokott módon beszéljen az alkalmazottakkal, mert ugye alá volt beosztva a világ Stevens édesapja, és Stevens viszont a saját már korábbi tapasztalatai alapján tudta, hogy az apja azért nagy ember volt valamikor, mint komornyik, tehát hogy szakmájában elhivatott, és ugye nagyon megalázóan beszélt ő így első körben Miss Cantonnal, és szerintem az, hogy kiemelte az édesapjának a negatív dolgait Miss Canton szívőszori, az inkább valamiféle ilyen indulatokból fakadt, és egyfajta ilyen bosszú volt Stevenssel szemben, tehát nem feltétlenül gondolom azt, hogy az apjával szemben is ezeket elmondta volna, mert hát elég gyengéden is viselkedett vele, tehát ápolta, amikor szükség volt rá, meg egyebek. Illetve Camille írja, hogy szerintem Stevens eleve nem dönt, csak sodródik. Igen, mert volt egy korábbi hozzászólása, amit nem húztál be. Igen. Szerintem Isigoro brutál jól leírja, hogy mi van, ha egy ember nem vállalja magát, és csak sodródik. Igen, mert közben itt jött egy hosszú komment, és nekem itt a telefonon nem látott, tehát ez volt az eleje. Igen. Szerintem, amikor Austinhoz hasonlítják a történetet, akkor erre a részletre gondolhatnak, vagy erre a részre, ami az ő szerelmi történetük szerintem. Hát egyikük sem meri átlépni a saját elveit, vagy gátlásait, nem is tudom, melyikről van szó, mert annyiszor neki futnak, annyiszor próbálkoznak elmondani a másiknak, hogy lehet, hogy nem munkai kapcsolat, ami rájuk várna, de nem merik megtenni azt a lépést, szerintem egyikőjük sem. És ettől függetlenül én nagyon kedveltem őket, mert lássuk be, 1920-as, 30-as évek, amikor még magázódás van, tehát egy teljesen más világ, teljesen más életek. Nem feltétlenül gondolom, hogy sodródik, mert az is egy döntés volt, hogy nem ment be a szobába, amikor hallotta, hogy lehet, hogy sír, nem tette meg azt a lépést, mert ő arra tette fel az életét, hogy a legjobb főkomornyik legyen, és méltó legyen. Ugye mindig ezt emlegette, hogy a méltóság mennyire fontos volt neki, és hogy erre a munkára ő méltó legyen, ugyanúgy, ahogy az édesapja volt annak idején. Úgyhogy kár, hogy a végén nem jöttek össze, de ez így alakult. Én nagyon szerettem azt a részt, amikor arról írt Ishiguro, hogy kakaózgatnak esténként, és leülnek, és megbeszélik a nap dolgait. Szóval valahogy ott azt hittem, bocsánat, megint csak azt projektáltam magamnak előre, hogy na majd akkor itt kialakul valami kis beszélgetés, valami kis intimebb dolog, és abszolút nem, sőt, ugye véget vetettek ennek a
kakaózgatásnak, tehát én ott teljesen elvesztettem a hitemet és a reményemet, hogy bármi lesz ebből a kapcsolatból, aztán amikor Miss Kenton ugye talált magának egy férfit, és kapta a kimenőket, és hát ugye próbálta ezt Stevens felé kommunikálni, hogy na akkor most is elmegyek, na akkor most én randira megyek, na akkor most nekem megkérték a kezem, és még mind, és annyi lehetőséget adott Stevensnek, annyiszor föl kínálta, bocsánat, úgymond magát, és ennek ellenére Stevens nem vette a lapot, tehát hogy akkor én itt már tudtam, hogy ennek itt vége, vagy ennek így nem lesz jó vége, vagy itt nem lesz köztük már kapcsolat igazából. Úgyhogy, tehát hogy az a baj, hogy a regénynek ez a szála is olyan volt nekem, hogy így az elején nagyon pozitívan álltam hozzájuk és a kapcsolatukhoz, és ahogy mentünk előre a történetbe, úgy vesztettem el a hitemet, hogy bármi is lesz köztük. Igen, most megint jött egy pár hozzászólás. Bocsánat, egy pillanat. Igen, Szivárvány felett írja, hogy na meg, amikor egy vázán összevesztek, az nevetséges volt szerintem, és nem a jó értelemben. Hát mondjuk az érdekes, hogy ugye ezek a dolgok, ami számunkra jelentéktelennek tűnik, az ő mindennapi munkájuk része volt, és ezek nagyon fontos dolgok, és fontos részletek, tehát például ugye az ezüstfényesítésről is volt egy hosszas monológia Stevensnek, hogy miért fontos, és tényleg volt olyan vendég, aki nézegette és dicsérte az ezüstöt, tehát hogy valóban elvárták ezeket, hogy minden a helyén legyen, és hiába, tehát nem tették volna arrébb nyilván az urak önmaguktól azt a vázát, hogyha arról van szó, hogy másik szóba van, de az biztos, hogy megjegyezték volna. Tehát ez egy ilyen fontos dolog volt, és hát ugye maga az, hogy mit reprezentált a váza, tehát hogy elfogadja Stevens, hogy Miss Kenton próbálja felhívni a figyelmet ugye arra, hogy az apjának a szebb napjainak úgymond vége, és hogy már ő is életalkonyán van, és lehet, hogy figyelni kellene rá, hogy ne terheljen meg magát. Hát nyilván nem abban a stílusban mondta ezt, ahogy kellett volna. Igen, aztán Peter Joel-tóta írta, hogy csodálatos a történet, Stevens, ahogy visszagondol az életére, lassan kezd átszivárogni számára, ami az intimitástól fakadó félelmeiből fakad. Miss Kenton iránti meg nem valósult érzései. Igen, hát ez nekem is nagyon tetszett benne, ezek az ilyen nagyon apró és úgymond szinte ki nem mondott dolgok. Kamilla írja, hogy az egyik interjúban megkérdezték Ishigurót, hogy nem volt-e kecsegtető boldog véget írni a történetnek, például, hogy összejönnek. Azt mondta, nem, eleve nem lehet ennek boldog véget írni, Stevens nem ilyen. Mennyi nagyon aktív mindenki ma. Szivárány felett írja, hogy amúgy azt tetszett, amikor Miss Kenton úgymond lebuktatta Stevenst, hogy romantikus könyvet olvasott, az kis aranyos volt. Igen, tehát hogy Stevens annyira elfojtotta magában ugye az összes ilyen jellegű dolgot, hogy még az sem volt hajlandó felvállalni, hogy ő képes mondjuk elmerülni egy ilyen történetbe. Hát kérdés az, hogy mennyire tudta magát beleélni egy ilyen. Hát tehát ezzel gondolkodtam, hogy az új ellenével vajon mennyire volt élvezhető ez a könyv, vagy lehet, hogy így erre vágyott ő belül. De hát ugye, amikor elsírta magát, és nem vette észre, hogy ezt már Csaba említette ezt a jelenetet, tehát, hogy ő valószínűleg azért vágyott dolgokra, meg voltak ilyen belső ötvenös dolgai, de ezek a kalandokat annyira elfojtotta őket, és nem engedte őket érvényesülni. Bocs, hogy közbevágok, szerintem, nekem meg pont ez is annyira erőltetett volt, hogy ő a romantikát azt ilyen könyvekből akarta tanulni, a humort is ilyen könyvekből akarta tanulni, tehát hogy mindent olyan annyira, tehát nulla érzelemmel, hanem a tudatával gondolta, hogy neki ezt most könyvből kell megtanulni, hogy ő értse majd a viccet, amivel őt illetik azok a uraságok, akik oda jönnek abba a helyre, ahol ő lakik. Szóval nekem ez is annyira fájt, hogy ő még ezt is ilyen tudatosan akarja csinálni, és ezt is ilyen nagyon szögletes, nagyon matekos, hogy nem tudom ezt hogy mondani, de engem ez is zavar. Tehát én ebből sem azt vettem le, hogy ő benne vannak érzelmek, csak elfojtja, és majd így előjön, mert hogy nem jött elő. Tehát, hogy hiába olvasta azokat a romantikus könyveket, mégsem ismerte föl, hogy Miss Kenton milyen jeleket küld neki, folyton folyvást. Tehát, hogy engem ez annyira bosszantott, hogy nem tudom, tehát, hogy ahogy mentünk előre a történetbe, ezek az apró nüanszok, ezek csak egyre jobban dühítettek. Igen, de annyira szórakoztató.
Egyébként ma is vannak olyan emberek, akik nem tudják kifejezni az érzéseiket, és nem ismerik fel másokban, és csak manapság már kódjuk van, és van. Ebben segítséget kapnak, tehát nem feltétlenül ő lehet ebben a Nem ő a hibás, nyilván. Nem így akarja, és a könyvből igyekszik megtanulni, hogy hogyan kell ezt csinálni. Hát ugye megkérdezni, úgyse kérdezne meg senkit. Nem. Igen. Közben Réka írta, hogy az édesapja is megfelelő főkomornik volt, aki szintén komolyan vette a munkáját, mégis abban különbözött a fiától, hogy neki volt családja, két fia volt, tehát valószínűleg felesége is. De ő inas volt, nem főkomornik, ő sose volt főkomornik, pont ez a lényeg, hogy ő túlnőtte a saját apját. Igen, és ugye még folytatta Réka, hogy még Mr. Stevens élete végig egyedül maradt a munkája miatt. Ja, igen, szépen kétszer tettem be. Igen, meg ugye ez majd ugye a filmmel kapcsolatos ilyen ellentétekben lesz, hogy ugye ott volt egy ilyen plusz kinyilatkoztatás, amit beletettek, tehát hogy az édesapjának volt egy ilyen életértékelő monológia a filmben, ami ugye nem jött, vagy ami nem volt ugye a könyvben eredetileg benne. Igen, de hát valamiféle módon családja volt, hát az más kérdés, hogy ő mennyire jó családapa volt ebben a családban, tehát mennyire tudta azt nyújtani, ami érzelmileg mondjuk kell egy gyereknek, de ez nem is volt annyira gyakori a 20. század elején, hogy ugye úgymond a mostani modern családapák érzelmileg azért már kinyílnak, és úgymond érzelmileg is rendelkezésre állnak a gyereknek, de akkoriban nem. És hát ő úgy gondolt, hogy az lesz a legjobb példa szerintem, hogy ugye mutat egy utat a gyerek előtt, ami amúgy egy elég stabil megélhetést biztosít, neki jó körülmények között dolgozhat. Tény, hogy nagyon sokat kell dolgozni, tehát akkoriban mindenki nagyon sokat dolgozott, szóval ez sem annyira meglepő. És hát nekem, ami egyébként így a karakterével kapcsolatban még kicsit visszakanyarodva meglepő volt, vagy hát nem is meglepő, hanem inkább szomorkás, az, hogy ugye ez már a 20. század második fele, ahol ő visszatekint. És hogy ő egy ilyen letűnt kornak egy ilyen maradványa. Tehát maradványa. Most, többször is összehasonlítja, hogy mi volt régen, mik voltak a fontos dolgok, és hogy már akkor már nála sem voltak teljesen úgy az elvárások, mint ahogy ő azt fiatalabb korában megtanulta, de hogy tényleg, tehát hogy egyszerűen idejét múlt már az a struktúra, ahogy ő dolgozott, vagy az a munkarend, ahogy ő dolgozott, és hát inkább ilyen kuriózunként maradt ő ott a házban, tehát ez is mint egy kellék, mint egy tárgy, úgy hozzák, hogy a tulajdonos is, tehát hogy a kastéllyal együtt kell neki egy autentikus angol főkomornyik, és hát akkor adott volt, hogy ott maradt Stevens. Igen, Nicolette írja, hogy titkon én is reménykedtem abban, hogy lesz kettejük között valami, de aztán a könyv végén már én is úgy éreztem, hogy az nem Stevens lenne. Igen, meg hát ugye ott Miss Kentonnak, vagy hát ugye már Mrs. Bennet volt egy családja, és hát hiába volt ugye a kapcsolata kevésbé jó megérzelemmentes, az mégis valami volt, és talán valami bizonytalan dolog egy olyan emberrel, aki nem tud neki mondjuk, ugye a hiányolt családot nem tudja neki biztosítani, meg hát ugye érkezett az unoka, tehát nem lehet. Igen, és Kamilla mondta, lehet, hogy mondtátok már, de az is fontos, hogy ugye Stevens emlékezik, tehát már eleve nem feltétlenül a valóságot látjuk, hanem ahogy ő látta a történéseket, ez szerintem nagyon izgalmassá teszi. Igen, és majd a következő szekcióban még gyorsan majd rátérünk egy kicsit itt a történelmi szára, csak annyi komment van, hogy mindenkit így behúzni, hogy nekem ott volt ez, ami inkább így kijött. Most behúzom a kommenteket, és akkor utána erre reflektálok. Igen, a lebukás a filmben forróbb jelenet volt, mint egy csók. Hát igen, ez... valóban itt van. Nem csak értse a viccet, de vissza is tudjon vágni. Mondottam, hogy ez volt a... cél. Kamilla írja, hogy nem meri megnézni a filmet, nem lehet a visszaemlékezés narrációt megjeleníteni a filmben. Hát így van. És amikor fel kellett világosítani Lord Darlington 23 éves unokatestvérét, kicsit érdekes volt, hogy abban a korban ilyenkor világosították fel a fiúkat, aztán előhozta a természet szépségét. Wow. De ez egy marha kellemetlen helyzet volt. Tehát, hogy azért olyan helyzetbe hozni egy alkalmazottat, szerintem ez borzasztó. Tehát, hogy ez is a megalázó. Jó embert kértek meg? Igen.
Valóban, valóban. Tehát hogy ez nekem ugyanoda tartozott, mint hogy az édesapjának is volt ez a története, hogy egy autóúton vezette az autót, és akkor mögötte ültek, és elkezdtek rajta gúnyolódni menetközben, és hogy ezt a méltóságra hozta fel példaként, és ez is egy borzasztóan megalázó helyzet volt, ugyanúgy, ahogy ez a vizsgáztatás, és ugyanúgy, ahogy szerintem a Mr. Kardinálnak a felvilágosítása is rettenetesen megalázó helyzetek, és hát nyilván ez csak az, amiről ő mesélt, és még lehetett egy csomó hatóság, ami nem jött elő. Tehát ugye volt egy komoly történelmi szám, már nagyon benne vagyunk az időben, úgyhogy erről így próbálunk dióhéjban. Ugye, hogy a Mr. Darlington szolgált, és reménykedett, hogy ő egy jó célt szolgál, de hát ugye, ahogy haladunk előre a történetben, látjuk, hogy a kezdeti első világháború utáni német szimpatizálás, ami ugye a szigorú béke feltételek miatt alakult ki benne, az átment egy ilyen, hát végül is szélsőségesebb irányba, mert hát mindenféle emberek befolyásolták őt, és ugye ez szépen fokozatosan megjelent. Nektek hogy tetszett ez a történelmi vonal a regényben? Kata? Hát ugye a Lord az nem látta. Hát egyébként jó indulatú, meg tiszteletre méltó volt a történet elején, így volt megjelenítődve az ő személyisége, meg karaktere, de ugye nem látta át, hogy nem kellett volna feltétlenül nyitni a náci Németország politikai támogatása felé. Én úgy értem meg ezt a történelmi szálat, hogy ez is Mr. Stevensről szólt, mert ezáltal tudták azt megjeleníteni egy személyes tragédia gyanánt, hogy ezért az emberért adta az életét, őt szolgálta, és ezáltal is ki tudott teljesedni ez a személyes tragédia. Úgyhogy így, ilyen szempontból ez is valahol róla szólt. Átadtam a szót. Ugyanezt akartam mondani, úgyhogy Csaba következik. Én meg azt szerettem volna mondani, hogy engem a történelmi részből egyetlen egy momentum fogott meg igazán, amikor elküldték a két szobalányt, mert zsidó származású. Tehát én itt annyira bele tudtam ebbe magam valahogy élni, meg úgy annyira át tudtam érezni, hogy ez egy milyen súlyos döntés, és hogy ezt is mennyire érzelemmentesen tudta Stevens kezelni. És ott is Miss Kenton próbálta felrázni, hogy tehát nem érted, hogy ez milyen súlyos dolog, és hogy utcára raksz két lányt, akik a legjobbak itt a házon belül. Tehát, hogy nagyon jó munkaerő volt ez a két lány, szóval én ott megtörtem, vagy eltörtem egy kicsit, szóval az nagyon fájt az a rész, de nagyon hatott rám. Tehát nekem az az egyik, úgymond, hát lehet ilyen csúnyán mondani, de kedvenc részem volt, mert annyira hatott rám az a rész. Úgyhogy nekem az a rész, itt a hitleri dolgok, meg amik ott politizáltak, megmondom őszintén, annyira sosem éjettem el ennek az időszaknak a rejtelmeibe, meg a múltbeli dolgokba, meg nem is nagyon szeretem, úgyhogy ezért az annyira nem, de a lányok esete nagyon. Igen, én is hasonlóan éreztem, mint ahogy Kata is mondta. Tehát, hogy nekem egyébként nagyon tetszett maga az a politikai szál is, de tényleg, ahogy szépen fokozatosan ugye kibontakozott, hogy ez az élet, ez nem az az élet volt, amit ő valójában szeretett volna élni, és amire feltette magát, és egyebek. Tehát tényleg egy ilyen nagyon enyhe eseménynek tűnt, vagy egy ilyen, tehát egészen európai eseménynek tűnt az, hogy hát akkor most ők így 1923-ról beszélünk, akkor volt ugye a konferencia a regény elején. Ott ugye még csak arról volt szó, hogy hát nem méltó az urakhoz az, hogy így bánnak valakivel, aki már a földön van, és akkor ez odáig terjedt, hogy valóban elküldi a két zsidó származású alkalmazottat, a Lord Darlington, és ami valóban érdekes volt, hogy Stevens maga később azt mondja, hogy de hát ő is ellenezte ezt. Igen. Csak nem mondta ki. Tehát akkor miért nem mondta? Így van. Tehát miért nem vállalta? De nyilván ő is tisztában van vele, hogy nem tudja felülírni azt, amit az úr mond, de legalább helytelenítse. Mert akkor azt érezhette volna, ugye Miss Kenton, hogy valamiféle erkölcsi támogatása van ebben. Tehát, de nem. Tehát, hogy valóban ő annyira hit benne, hogy ennek is valamiféle célja lesz, vagy valami félreértés van, vagy zavar, vagy egyebek. Tehát, hogy ő egészen az utolsó pillanatokig meg volt róla győződve, hogy ez így rendben volt, és hogy nem. Tehát, hogy nem rossz indulatból mond ezeket, és amúgy valószínűleg igen, tehát amit ugye el is mondtak róla az amerikai Mr. Lewis, elmondta Darlingtonról, hogy amatőr. Tehát úgy húzták, mondták, hogy a történelem. Tehát nem volt egyáltalán annyira nagyszerű ember, mint ahogy ugye Stevens azt próbálja. Hú, megint rengeteg komment. Hú! Egyébként nekem az a véleményem, hogy Miss Stevens ugyanúgy gondolta ezt, mint Miss Kenton, csak nem mondta ki. Tehát igen. Nem mondta ki, hogy őt is bántja.
Úgyhogy nem, mert ő felül tudott emelkedni, tehát ő ott is tartotta magát annyira, tehát akkor is annyira a karakterében maradt, hogy így mondjam, hogy nem engedte azt, hogy az érzelmei felülkerekedjenek. Tehát ő szándékosan visszafolytja az érzelmeit szerintem egy csomó ponton. Igen, ugye itt írja a szivárvány, tehát hogy Hugh az jó volt amúgy, főleg amikor megemlítették, hogy az angolok nem igen beszélhetnek a franciákról. Valóban. Kamilla írja, hogy Ishiguro szerint egy angol úriemberben ez van benne, hogy a nácik rendben vannak, mert elestek az első világháborúban, felsegítjük az elesés után az ellenséget. Igen, pontosan, tehát ugye ez az, amit én is előbb említettem, és ugye ez is egy ilyen mondani valója, hogy ennek az első konferenciának, hogy ott hiába voltak kezdeti ellentétek, azért arra jutottak, hogy valóban itt nemes lelkek ülnek együtt egy asztalnál, akik előrébb akarják vinni a dolgokat, és hát ugye nyilván később azért ez eltorzult. Ági írja, hogy és később a kérjünk bocsánatot a lányok miatt durva volt. Igen, igen. Az a jelenet, hogy meg tudná őket keresni, kérdezte Lord Darlington, és hát, hogy hogyan költülük bocsánatot, mikor kirántottatot küld nekik egy ajándékosarat, vagy mire gondolta? Igen, hogy elgondolkoztam egyébként, hogyha megtalálták volna, akkor mégis mivel tudja ezt a visszacsalogatni, meg nem történté tenni, igen. Igen, tehát ott látszott már, hogy Lord Darlington is érzi, hogy ő nagyon rossz lóra tett ebben az egészben, és hogy nem jó irányban volt, de hogy ezzel már nem tudott. Már akkor mindegy volt. Igen. Megkereste Réka azt, mondja, hogy az apja is főkomornyik volt korábban, igen, a Leboró kastélyban, időskorában. Ja, értem. Igen, előtte. Aha. Pont ez vezette, ugye, a nem véletlenül merte felhozni őt példának a méltóság kérdésekor. Bilányos. Igen, meg ugye emiatt volt ez az ellentét is, hogy ő tudta, hogy milyen nagy pozícióban volt az apja. Volt. Uh-huh. Vajon Stevensnek nem a szűz a csillag, de teljesen illene a karakterére? Hát ezt nem tudhatjuk. Nagyon megrendítő volt, ahogy Stevens megpróbálja megmagyarázni és mentegetni néhai munkaadója hazaáruló cselekedeteit, és az azt követő szégyent. Remélem az olvasó talán nem lesz ennyire elnéző. Hát meg önmagát. Tehát önmagát próbált ezzel. Tehát, hogyha magát is meg tudja győzni arról, hogy Darlington nem volt annyira rossz, akkor nem volt annyira hiába való az élete. Ó. Kemény. Visszatérve egy picit a romantikus szárát, kérdeztem, hogy üzenjen Mr. Stevens. A filmekben is tudom ezt a mondatot. Jó, igen. Igen, Szegő Anna. Anyósom egyébként. Éppen a mélyben megbúvó, olykor kicsit kibugyanó egymás iránti érzelmeiket imádtam, annyira delikát volt, hogy happy ending nem is volt lehetsége. Hát igen. Igen, igen, igen. És Ági írja még, hogy szerintem a Lord nem hazáruló volt, hanem buta. Igen, tényleg inkább. Amatőr. Abszolút, de ez ugye el is hangzik, hogy igaza volt végül is az angol úriembernek, hogy valóban amatőrök. És hát ugye a film, ahol viszont ez a szár sokkal jobban ki van hangsúlyozva, és ott már olyan, mintha nem is 1923-ban lenne ez az első megbeszélés, hanem már a 30-as években, és Hugh Grant ugye kapásból a zsidókat veszi elő az első tagon akkor. De mit gondoltatok a filmről, hogy tetszett nektek? Ugye Kati, nem... Látod, hogy tervezed-e majd, hogy megnézed hozzá ez a kérdést, és akkor Katával. Lehet, hogy majd később megnézem, igen. Kata? Hát én kétszer láttam a filmet, egyszer úgy lement háttérnek, akkor nem néztem, ez ugye jellemző rám, ez a folyamat. A másik alkalommal már koncentráltan néztem a filmet. Szerintem zseniális volt, könyvfű egyébként a film, de azért ahol eltérés van, ott radikális az eltérés nagyon fontos momentumokban. Anthony Hopkins egyébként úgy vállalta el a filmnek a főszerepét, hogy közvetlenül előtte vették föl a Bárányok hallgatnak ott, és az a zseniális a színészi jelenlétében, hogy rögtön utána egy mennyire más karaktert is tud hozni szerintem. A Gitch-től 100%-osan mentes a film, zseniális benne szerintem a zene, a zenének a megjelenítése is fontos. Olvastam egyébként, hogy Anthony Hopkins a
forgatás előtt felkereste a Buckingham palotának az egykori komornyikját, hogy tanácsokat kérjen tőle, hogy minél inkább hitelesen tudja hozni a szerepét. Gyönyörű volt a táj is szerintem, tehát látványra is, a Bristol környékén forgatták le egyébként. Van az az emlékezetes móló jelenet, ugye a Grand Pierre-nek a Grand Pierre-nél van az felvéve, és akkor azért visszaemlékeztem, hogy az 2008-ban leégett, ugye tűzvész kerekedett, és az már azóta nagyon-nagyon máshogy néz ki. A különböző, a szereposztás is szerintem zseniális volt. A különbözőségeknél annyi, ami megragadott engem, hogy a film úgy kezdődik, hogy elhagytam a férjemet, és nagyon céltalannak érzem magam, tehát sokkal többet mutat a film, hogy lehet valami ebből, mint ahogy az eredeti regényben, mert ott azért ilyen mondatokat nem mondott ki, csak azt, hogy megromlott a viszony. És a filmben úgy mutatkozik meg, hogy a nő keresi föl a főkomornikot, tehát hogy ő írt neki, és ő kereste föl. Ő zseniális volt az apa, igen, főkomornik volt egyébként az apa is, ő volt a minta, a példakép, ami nagyon-nagyon tetszett, a filmben volt, a könyvben nem volt, de jó, hogy beletették, hogy a halál akkor is bocsánatot kért, hogy rosszul lett az apa, tehát ő még abban a szituációban is főkomornik volt, amikor rosszul lett, és folyamatosan bocsánatot kért a lordtól, hogy bocsásson meg, hogy rosszul van. A másik, ami nagyon fájt nekem, és nem adott reális képet, hogy a filmben az a rész, amikor elsétál az ajtó mellett, és ott sír, tudja, hogy sír, hallja és érzékeli a szituációt, és a férfiért sír egyébként ott, hogy nem igaz, hogy nem viszonozza ezt a kapcsolatot, és akkor azt a férfit kell választani, akit ő valójában nem szeret. A filmben ez úgy van megjelenítve, hogy bemegy, látja a síró nőt, és elkezdi neki mondani, hogy még milyen feladat lenne aznap. És itt ezáltal nagyon kegyetlen karakterré válik szerintem Mr. Stevens, sokkal inkább, mint hogy eredetileg ott elsétál az ajtó mellett. Az, ami nem tetszett, a másik fontos különbség, és mindjárt átadom a szót, az az lenne, hogy a filmben a halálos ágyán Stevensnek az apukája, ez a regényben nem volt benne, azt mondja, hogy azért a halála előtt mondja ki, hogy azért hidegült el a nejétől, mert szeretőt tartott. Na most az apa figura is egy hihetetlenül elfogult főkomornik volt, és szerintem elhanyagolta a feleségét, és csak a munkájának élt, és ezért volt meg ebből is azt akarta bemutatni a film, hogy hát igen, a neje az nyitott más valaki felé, mert annyira ebben a főkomornik létben volt benne. Amúgy eredetileg nem ő, Emma Thompsoné volt a főszerep, hanem Meryl Streepé, csak nagyon-nagyon elfoglalt volt, és nem tudta vállalni. De ő is egyébként nagyon jó lett volna, mert ő volt az első, akinek ezt felajánlották. És egyébként el tudom képzelni őt is ebben a szituációban, hogy ő lett volna. Ami még nagyon érdekes, hogy a rendező az James Ivory, aki 93 éves jelenleg, ő rendezte a filmet, ő rendezte egyébként a Szólíts a neveden című filmet is, ami Oscart kapott, 89 évesen rendezte, és én érzékeltem azt a fajta visszafogottságot és hangulatot, mint ami a Szólíts a nevedent is ő rendezte, és egy picit, hogy Edmondnak kiszóljak, a Móriszt is, ugye, hogyha mond nektek valamit, melegpárról szól, azt is ez a rendező rendezte, meg a szobakilátással is, és azonos a hangulat, ez a visszafogott színészi játék a Szólíts a nevedben is, ha láttátok esetleg a filmet, és ebben a könyvben is, és ez volt ebben kapcsolatban a véleményem. Nagyon zseniális volt, rendkívül módon tetszett a film. Kati, akkor te elmondtad? Nem néztem a filmet, elmondtam. Hát igazából abszolút, én is azt tudom mondani, hogy szerintem nagyon-nagyon jó a film, és én is a zenét emelném ki talán legjobban, mert azért a technika, például amikor az apuka elesik az ezüst készlettel, azt Böbével beszéltük is, hogy az a lassítás, meg az a... Tehát azok a vágások ott benne, az inkább megmosolyogtató volt már mai szemmel, de persze a színészi játékok zseniálisak, és tényleg egyébként látványban is nagyon ott volt, de még egyszer mondom, a zene az, ami szerintem annyira sokat hozzátett szerintem az egész hangulathoz, úgyhogy én szerintem nekem hozzátett sokat a könyvhöz. Attól függetlenül, hogy tényleg voltak ezek az eltérések, szerintem érdemes megnézni a olvasás után, tehát nem fog elvenni vagy rontani bármilyen összképen, sőt,
jobban, bizonyos dolgokat jobban tudtam én is értelmezni, főleg így a politikai részt talán, azt talán, ahogy mondtad, Bőbe, jobban kibontották nekem az úgy, lehet, hogy a filmben jobban is tetszett. És közben nézem, hogy Kamilla írt, hogy a filmben úgy hallottam, direkt a 30-as években rakták, hogy durvább legyen a náciszál. Igen, tehát hogy ott már ugye inkább a háború előkészületei voltak azok, amik megjelentek a Németországban, és ugye erre akartak ők ott fegyverkezni, meg egyebek. A regényben ugye ez egészen máshogy jött ki. Én egy picit hát nehezményeztem, de nyilván nem lehet mindent belerakni a filmbe, ami a könyvben volt, és pont ezen gondolkodtam, hogy emiatt a kis jó választás lehet elolvasni a könyvet, bár most már lehet, hogy nincsenek itt a spoileres nézőpont, hogy jöttek az emberek. Tehát annak is jó választás lehet elolvasni ezt a könyvet, akik a filmet korábban látták, mert nagyon sok plusz dolgot ad, és nagyon sok dolgot hiába nincsen kimondva, de egészen más hangulatot ad, sokkal inkább hagyatkozik az olvasóra is szigorú, hogy te magad fejtsd, vagy te magad érezd ezeket az apró rezgéseket, vagy te magad érd meg ugye ezeket a politikai folyamatokat, és hát ott ugye sokkal lassabban építkezik az egész szál, de maga a film az nekem is egyébként tetszett, és hát én kimondottan intenzívnek találtam, annak ellenére, hogy hallottam olyan véleményt róla, hogy hát elég lassú, és hogy unalmas volt valakinek, de én, hát a regény után nekem az kimondottan ilyen pörgős volt, tehát hogy tényleg kihangsúlyoztak benne dolgokat, egy kicsit voltak benne ugye dramatizálások, meg mit tudom én, ilyen apró részletek, hogy lecserélték ugye a kínai vázát a kínai szoborra, ott, hogy, na ott is volt egy animáció, amit így nem egészen tudtam hova tenni, de jó, legyen, meghagyom ezt az operatőrjónak, a filmfőszítőjének a művészi szabadságának ezeket. Hát a zene az tényleg ezzel szerintem mindenki egyetért, aki látta a filmet, hogy fantasztikus volt. Szereposztásban is mindenki a lehető legjobb választás volt erre. Tehát, abszolút. És beszéltük, amiközben néztem, tudod, beszéltük Bőbe, hogy az apa mennyire hasonlít Anthony Hopkinsra, és meg is néztük, hogy ki ez a színész, hogy ennyire hasonlítanak, de nincs közük egymáshoz, de gyakorlatilag olyan, mint ha most látnánk Hopkins, tehát pontosan. Nem? Tehát, hogy valami elképesztő. Nagyon jól sikerült választani az apa karakterét is, és egyébként megdöbbentett, hogy az apa karakter ugye nagyon idősnek tűnik már ebben a filmben is, és mégis a Trónok harcában is felbukkan ez a színész, mert 93 éves, tehát hogy így voltam tagózva teljesen. Igen, közben még jött egy-két komment, aztán majd lezárjuk a beszélgetést, mert már ugye eléggé elszaladt az idő. Érdekes, hogy egyszerre mentegeti a Lordot és magát is a nácikkal kapcsolatban, miközben hangsúlyozza, hogy mekkora szerepe volt neki is a találkozókban, a külpolitika alakításában. Egyszerre volt büszke rá, és szégyelte is. Vagy inkább büszke volt rá, de tudta, hogy szégyelni kéne. Uh-huh. Hát igen, szóval szerintem ez a büszkeség, ez inkább ilyen. Inkább abból fakadt, hogy tényleg ő szerette volna azt, hogy az ő életének legyen értelme, és akkor ez szerintem a végére már, amikor ilyen nagyon negatív hangok jöttek, és tényleg egyértelmű volt, hogy nagyon rossz oldalon volt az ő volt főnöke, vagy gazdája, nem is tudom, mi a korrekt megnevezés ilyen esetben, a munkaadója. Tehát, hogy onnantól kezdte elő ugye ezt szégyelni. Tehát, hogy így említette, hogy fontos dolgokat csinál, de abból ugye már tényleg nem ment be, hogy mi a tepik voltak ezek. Én úgy éreztem, hogy azért nem akarja elismerni azt, hogy a Lord valóban amatőr volt, mert az egész életét neki áldozta egy nemes cél érdekében, és elismerte volna, feleslegessé válna az áldozat. Hát igen, de a végén azért csak kimondja Stevens a könyvben, hogy mind hiába. Tehát, hogy lehet, hogy ez mind hiába volt, mert nem egy olyan embernek szolgált, aki megérdemelte volna ezt. Hát mit visztek magatokkal az olvasás után? Van-e olyan idézet esetleg, ami így jobban veletek maradt, vagy így megmaradt a könyvből? Kata? Idézet? Nekem egyébként a legemlékezetesebb jelenet az az volt, amikor az apja meghalt, és még mindig nem tudott kilépni ebből a főkomornik szerepből, illetve a tigrisás, amikor elmesélte, vagy nem tudom, emlékeztek, az a filmben is benne van. Azt mondja, hogy egy délután a főkomornik bement az ebédlőbe, hogy ellenőrizze, minden rendben van-e a vacsorához, és azt látta, hogy az ebédlő asztal alatt egy tigris hever. A főkomornik csöndben távozott az ebédlőből, gondosan becsukva az ajtót maga mögött, és nyugodtan átment a szalomba, ahol ura jó néhány vendég társaságában teázott.
Ott udvarias köhintéssel hívta fel magára a figyelmet, majd az úr fülébe súgta. Elnézést kérem, uram, de a jelek szerint tigris van az ebédlőben. Megengedi, hogy használjam a 12 kaliberest? Tehát itt is halál nyugodtan a főkomornikot hozva. Nyilván ez kell egyébként egy személyiség és egy lélek jelenlét is, de ez nekem zseniálisan tetszett, hogy olvasás után mit viszek magammal. Hát bennem az a gondolat fogalmazódott meg, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy megismerkedtem az íróval, és több regényét is szeretném elolvasni, és nem annyira tudom még elengedni egyébként a kezét olvasás után, tehát valamiért rám ez a történet úgy hatott, meg ez az írói stílus, hogy én ezután nem más írótól szeretnék olvasni, hanem tőle. Kíváncsi vagyok, hogy ott hogy fogok ezzel kapcsolatban rezonálni, a más történetével kapcsolatban. A regényből meg, hogy mit viszek magammal, hát talán azt is, hogy lépj, tehát hogy ne utólag gondolkozz, hogy mi lett volna, ha kérdésre a válasz, amit magammal viszek, de nekem ez egy nagyon-nagyon jó találkozás volt, tehát én nagyon örülök ennek az olvasási élménynek, úgyhogy úgy volt kerek, ahogy volt. Mind a könyv egyébként, és mind a film is. Kati? Én nem hozok idézetet, mert már felolvastam azt az ominózus mondatot, ami megváltoztatta a kapcsolatomat a történettel, viszont így friss olvasás élmény után ez a kibeszélő inkább azt tudatosította bennem, hogy mennyi mindent teszünk bele saját magunkból egy-egy regénybe. Tehát, ahogy hallgattalak titeket, meg az én gondolataimat ismerve, így nagyon tudatossá vált, hogy egy regénybe mennyire beletesszük a saját életünket, a gondolatainkat, az érzéseinket. Úgyhogy számomra így a kibeszélő és a könyv együttes hatása ez volt. Én azt a gondolatot viszem magammal, hogy nem a munka az első, és elmegy mellettünk az élet, ha nem foglalkozunk más dolgokkal is. Én ezt teljesen vallom, és ezt a könyv szerintem kompaktul átadja. És olyan idézetet választottam, amit felolvastam egyébként a feleségemnek is, mert hogy kérdezte, hogy miről szól, mi ez. És akkor felolvastam neki egy mondatot, és azt mondtam, hogy ha ez a mondat tetszik, akkor kíváncsi leszel erre a könyvre. És ez a 21. oldalon van, egy teljesen hétköznapi mondat, de a megfogalmazása, az, hogy milyen körülményesen ír vagy fogalmaz Stevens, hát szerintem ez nagyon jól visszaadja. Számításom az időpont megválasztását illetően úgy vélem helyénvalónak bizonyult. Az események sajátos alakulása teljes egészében annak tudható be, hogy más tekintetben téved. Tehát egy teljesen snassz mondat, de hogy olyan körmön font, meg olyan nyakatekerten fogalmaz, hogyha valakinek ez tetszik, akkor az egész könyv tetszeni fog szerintem. Igen, nekem is. Nekem kellett egy kis idő, amíg átállt arra a szemem, de nagyon jól illett hozzá ez a fajta stílus. Nekem igazából ez az idézet is, ez a gondolat is az, ami ott maradt, hogy hisz végeredményben miféle haszonnal járhat egyáltalán, ha az ember örökösen a múltba néz, és szemreányásokat tesz magának, amiért az élete nem egészen úgy alakult, ahogy talán szerette volna. Tehát, hogy tényleg még ő is talán valamelyest felismert, hogy van lehetősége bizonyos dolgokon változtatni, még hogyha nem is olyan jól sikerül majd neki, ugye jelleméből fakadóan, de legalább ugye valamiféle gondolat elültetődött a fejében, hogy milyen szépen fejeztek ki magam, és talán az a múltba tekintés, ami hát mondjuk így saját életemre is gyakran jelenz, hogy azon kapom magam, hogy sokat tűnődök ilyen régi dolgokon, és hogy ennek egy kicsit, jó, tudom, de ne röhög, hogy tényleg ez egy hátrányos dolog sokszor, hogy az ember így gondolkodik, hogy mit lehetett volna másképp, és hogy ezt egy kicsit elengedni, és inkább azt lehetne. És nyilván dolgozik rajta az ember, de hát azért ez időigényes, és tök jó, hogy ez a könyv is így megerősített, és közben még nézem, hogy ki az, akit nem... Húztam, még nem tudom, hogy ez a komment volt-e már. Én úgy éreztem, hogy azért nem akarja elismerni azt, hogy a Lord valójában amatőr volt, mert az egész életét neki áldozta egy nemes cél érdekében, és elismerte volna, feleslegessé vált volna az áldozat. Pontosan. És Kamilla írt, hogy most, hogy mondta, de hogy gazda, egyből a Harry Potter házimonókra asszociáltam. A következő is Stevens az így. Hát. Igen, és akkor szivárvány felett nekem van egy pár dolog, amit magammal viszek, nehezen fogok belekezdeni Isuduro könyveibe. Hát a többi könyve egyébként másabb jellegű, tehát nagyon sok olyan valami skifis vonalat is, soft skifi, tehát ne arra számítsunk, hogy itt ilyen nagyon részletes technikai leírásokat fogunk látni, de érdemes szerintem megpróbálni esetleg akkor egy másik könyvét, például a Clara és a napot, és hogy büszke vagyok magamra, amiért mégis elolvastam.
Na meg nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy együtt olvastuk, hát mi is boldogok vagyunk, hogy elolvastad velünk, és hogy ilyen aktív voltál. Kamilla is írta, hogy én másodjára olvastam, és még fogom, ez mindent elmond. Hát igen, tehát én is szerintem még később is elő fogom venni a kötetet, és hát ugye fogok még mást is olvasni, és Figurótól gondolom ti is azért még, hát Kata biztos, meg ugye Kati, de Csaba is szerintem még próbálkozni fog. Igen, én biztos, hogy elolvasom a Ne engedj el-t, mert ezt viszont a nejem olvasta is, nagyon tetszett neki, sőt, szerintem ő a filmet is látta, és nekem ez a filmes borítós verzió van meg, amit egyébként valami zsibvásáron találtunk, és ez ilyen kartapiluszos kiadású, úgyhogy ezt biztos, hogy el fogom olvasni. Igen, Kata, te már ugye bele is vetetted magad, Kati? Szeretném én is, megvásároltam így látatlanba a Dombok halvány képét, azt szeretném elolvasni feltétlenül. Igen, hát nálam is majd szerintem a Ne engedj el lesz a következő, amit így olvastam. És akkor technikai részletek, ugye klasszikus könyvklub, folytatjuk majd ezt a szériát, és nem hoztam ide, de ugye jövő hónapban olvassuk Lev Tolsztojtól a Kreutzer szonátát, és a kibeszélő pedig Evelinnél lesz, illetve utána márciusban fogjuk Paul Celentől az Asszony a frontont olvasni, ami pedig Katinán lesz. Mind a kettő az él már a molyos kihívás, ezekhez lehet csatlakozni, úgyhogy olvassatok velünk legközelebb is klasszikusokat, és hát örülünk, hogy most is velünk tartottok, és hogy ennyire aktívak voltatok, és tényleg szuper volt, és örülök, hogy itt voltatok. Mindenkinek jó olvasást! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!